Így lehet eltávolítani szakszerűen cérnával, vagy éppen a drogériákban kapható kullancs csipesszel a vérszívót. A legfontosabb, hogy minél gyorsabban szedjük ki a kullancsot, mert minél tovább van a testben, annál nagyobb a valószínűsége a fertőzésnek. Ezt megtehetjük az előbb látott eszközökkel, de akár egy bicskával, vagy éppen körömmel is. A szemöldök csipeszt azonban mellőzzük, mert azzal összepréselhetjük az állatot, és a benne levő kórokozókat az állat visszaöklendezi. A gyufás módszer is rossz, hiába kering a világhálón, hogy azzal milyen könnyedén lehet eltávolítani a rovart, mondja Ligeti Judit, bőrgyógyász. A gyufát megnyalni és körbe a kullancs körül, és akkor kisétál rá, mert szereti a foszfor szagát. Nincs foszforos gyufa több mint 100 éve. A lényeg tehát az, mondja a szakember, hogy a kirándulás és kerti munka után alaposan vizsgáljuk át magunkat, és ha kullancsot találunk, azonnal távolítsuk azt el a megfelelő módon. Majd meg kell jegyezni a vérszívó helyét, mert számos betegséget okozhat a rovar, és a Lyme-kor bőrtünetei például csak hónapokkal később jelentkezhetnek. Mindig legalább 4-5 nap után jelentkezik, de hónapok múlva is a Lyme-kor. Kerek mindig nagyobb 5 centinél a piros volt. Lehet egész halvány rózsaszín, lehet sötét bordó, lehetnek több gyűrűbe benne a foltok. Tehát gondolni kell rá, van, hogy több folt is előkerül, ha több kullancs csípte meg az embert, akkor több folt is lehet. Ha ilyet tapasztal valaki, azonnal orvoshoz kell fordulni, aki egy hosszabb antibiotikum kúrát fog megkezdeni a betegnél. A szakember hozzátette, a Lyme-kor és egyéb betegségek ellen, amiket a kullancs okozhat, nincs védőoltás. Egyedül a vírus okozta agyvelőgyulladás ellen létezik vakcina. Ez a halálos betegség azonban sokkal ritkább, mint a Lyme-kor. Ráadásul gyakorlatilag minden kullancsot fertőzöttnek kell tekinteni. A vérszívóból idén a szokásosnál több van az enyhetél miatt, így óvatosnak kell lenni.